És kacok, én Zselesz vagyok, és itt egy újabb Eotrákos Vidi, itt van Ati is. Hellasztok! És Mordor kamiont raktam be, mint mindig szoktam. Ez most egy jó öreg man. Egy GTA UHA XL-es, ami ingom sincs, hogy miért hívják. Nem, úgy én nem így tudom, nem az a neve. Ez egy gyönyörű kamion, nagyon sok nem tudok rajta változtatni, de nekem most ez így tetszett. Ilyen ki van világítva. És maga a motorhang, minden olyan jól le van modellezve, nekem tetszik. Gyönyörű magyar rendszer, most is beparkoltuk pihenőbe. Belülről pedig így néz ki, ez az igazi régi manos belső, nem egy mai darab. Maga a hang is jó, csak nem tudom, hogy nem lesz-e túl halk, hogy újítok már lényeget. Van. És akkor szerintem menjünk. Automatával lettek most? Nem automatával. Jó, akkor most kézim vagyok. Jó, hittem automatával van. Jó, ja, akkor milyen kézzelváltó van. Jó, csináltam már meg ezt. Szép gyönyörű napom. Takarítottam, akkor levegőztem egy kicsit. Ennyi. Te? Én igazából semmi nem csináltam, tudom már. Délbe felkeltem ennyi. Ott a kis tárcsában. Hát azért annyira felvezet, mi nem vagyunk. Na jó. Akkor megnézzük, hogy üres vagyunk, jó? Na, volna. Azt mondja, csak 8 tonna. Mi a 8 tonna? Hát ez egy kis rövid út, egy ilyen 47 kilométeres. Nem mondom, hogy elkocsizgatunk. Az igazság, hogy nem találtam egy hosszú port. Ez bír, amikor nem engednek ki. Na, ki engedtek? Jó, lenne látni valamit. Bírom az ilyent. Mét is. Akadt a kerék. Ne csinálj nekem. Oké. Van egy rémár, ami sosem enged neki amúgy. Én szeretem ezt a kis kamiont. Hát nem tudom mióta, legalább egy két hetet taposom. És miért sem csináltál miért rohadt szörny? Van benne valami. Nem az, amúgy igazából én szeretem úgy, hogy mondjuk előtte rakom be a módot, hogy megismerjem, milyen hibái vannak ebben a bakok, ilyesmi, hogy van olyan, hogy raktam ebbe kamiont, és akkor raktam be ilyen miért szarok ezek, amit fel lehet lógatni az ablakra? Díszek. Milyen? De milyen dísz? Nem teszem a nevet. Illatosító, nem? Na mindegy, az a lényeg, hogy beraktam, és akkor melyek kényelmesen, és azt láttam, hogy a tükörbe ott vergődik a levegőbe, ott van bug volt, vagy nem tudom mi. Szóval vannak ilyen furcsaságok. Ez már például tökéletes. Ütőtáska van, minden. Láttad a Halloween motort a GTA-ba? Jött két motor, azt hiszem, meg... Tök jól néz ki. Kicsit hasonlít a izéhez. Hogy hívják azt a filmet, amely Nicolas Cage játsza? Hát, egy jó pár filmje van. De az a koponyás motor. Mi a neve? Nem jut eszembe. Fej nélkül lovas? Nem, olyan nem az.
Az a motor, abban arra hasonlít, nem? Igen, mert a motornak az old dísze, ez egy koponya. Én most ezt nem mondtam. Jaskac, novemberben veszem meg fele a GTA-t, úgyhogy lesz bőven adás belőle. Júj, én kicsit racsakett a váltó. A T-t, 1050 T-t. Amit mutattam neked? Az a 4 gigás. 60 ezer forint Asus márkába. Abba lehet kapni csak. Két HDMI csatlakozója van, és a régi fajta monitor csatlakozó. Aha. Akkor összesen 3 monitort is csatlakozhatok hozzá. Tudom. Februárban fogom megvenni. Na akkor ezt a születésnapom is. Úgy kérek pluszba, meg karácsonyra, egy tízes. Igen, mert az én kártyámat akarta volna megvenni, de mondom. Ott van az 1050-ös, most jött ki. 4 gigás, a legfullosabb, azt mondják. Álltak az 1060-as, te modellai. A 6 gigás? Aha. Baj, és azt mondták az egyik, mit csinálva, teszbe. Hát láttam GTA 5 videót, 120 FPS-en megy. Hát igen, utána már csak a micsodával lesz gondolod maga a gépe, egy régebbi fajta szó. Jaj, hámos. Mi? Tudod? Jó, tudom, de nem az a gond vele, hogy lényegében, hogy a régit az újjal akar összehozni, szóval nem tudom, hogy egyáltalán hogy fog ez így összejönni. Hát jó, a gép, vagyis tervezett még egy i5-ös gépet is venni, de az is majd jövőre lesz. De esetleg a videókártyát fogom megvenni. Aha. Bevenni akarok egy i5-ös gépet is. És szépen lassan haladunk előre. Kicsit megérkezett már a mikrofon, nem mondom, fúrnak van. Szóval igen, mondom, jobban jársz ez az eltonossal. Azt fogom megvenni februárban majd. Csak azért mondom, hogy mondom, a mit csinált a régit az újra összehozni, nem biztos, hogy nem tudom, hogy fog működni vele. Kiderül. Kiderül majd. Nem? Hát, ja. Nagyon sok így is. Már megy a felvétel? Igen. Anyád, ott majdnem elém jött egy kocsi. Miért fogom én magam csinálni? Nem tudom. Bejefegyezek majd. Feltöltőd, mely is koszak. Bejefegy. Most jelent meg. Egy jó darabi nem fog megelni megint. Csak a fú... Hát a hálány mikor jelent meg? Hát 10-valamennyi könnyékén. 13-as szerintem. 12-es, nem tudom. Hát nem sűrűn hoz ki új játékot. Bazd meg, majdnem lelőttem a tassomat. Sutiba. Amúgy a Rhino 6-ban az saját társadal is lelőhetett. Gondolom, akkor már téged egy pártal leszettek. Engem nem. Nem, mert? Hm. Nem csak, hogy megijedek, azt akkor azt hiszem, hogy az ellenség. Aha. Megijedsz. Bazd meg. Na.
Én meg azt hittem az ilyen Battlefield az ilyen lövöldözésbe, hogy megyek, mint egy hülye, sosem találok senkit. Ahogy találok meg valakit. Én mindig betalálok. Tessék, körül kell nézni. Ja, mire körül nézek, vagy tudom, hogy hol fognak kijönni, addig lelőnek. Meg azért van az a GPS, hogy arra jönnek. Ja, jelzi, hogy jobbról jönnek, vagy balról. De hogy fordosan hol vannak, azt nem. A már 17-esre szintű vagyok. Csak én 5 perc alatt felhúzom magam annyira. Nincs isek. Csinálok hozzá. Nem is vagy program szakértő. Tehát ha jelzéljetek. Tudom milyen mérnöki tudás kell ahhoz. De hogy kell hozzá? Ritől nem lehet olyan nehéz amúgy. Hát próbáld ki. Hozzá össze egy programot. Tudok csinálni. Te is tudod csinálni. Na, ilyen alapprogramokat bárki meg tud csinálni, hogy például én meg tudnék csinálni úgy, hogy vírusok a gépedre. Csak a videóban is valami, hogy a francba lehet csinálni. Még nem biztos, hogy meg tudom csinálni. Videóban könnyű, anélkül csinálj. Elég egy egyszerű parancsikon kell hozzá. Emléksz a régi telefonra, milyen vírus volt? Ilyen kikapcsolós. Telefonra én gépre tudok ilyen kikapcsolósat. Nem vagy értem, hogy ilyen régi Sony X-óra. Nem emlékszek rá. Egyszer küldtem valakinek havernak. Volt ilyen karóra, ami a faszom lenne. Zsebóra. Az, hogyha kikapcsol a kép, akkor le is kapcsol a telefon. Igen, hát az... Aha, volt ilyen képem is amúgy. Megnéztem a képet, májből ki is kapcsolt a telefon. De én is tudok ilyen kis vírus csinálni, vagy ilyen álprogramot, vagy ilyen apróságot. Bár mondjuk például simán meg lehet csinálni azt, hogy van például ez a kamion. És akkor mondjuk én magamnak tudom, na, de én magamnak tudok sárkástést csinálni. Na miért nem csinálsz? Meg kéne tanulni. Meg honnan vegyek mintát, hogy nézzen ki. Most meg tudom, hogy csinálni, amik az ajtók más színűek legyenek, vagy ilyesmi. Szerintem nem nagy értelme van. Bár mondjuk egy ilyen Mordor kamerát megpróbálnék egyszer megcsinálni. Csak néztem róla, hogy hogyan lehet csinálni. Többnyire mindig úgy gyertek, hogy vagy kifogy a játék, vagy nem fogadja, vagy a tökem tudja. Azért, hogy most számvegyek vele, az a végén nem jön össze. Csinálja egy biciklit. Azt kemény lenne. Csinálsz egy BMX-et. Mondjuk így lehet, hogy egy kamion tényleg egyszer gondolkodni fog. Vagy vannak ezek a micsoda kamionok, ezek a sárkészítésű, privát kamionok, nem. És akkor megcsinálják, és ezt nem adják ki senkinek. Csak azt mondjuk, hogy sajátod. Olyan még esetleg megpróbálnék. Csak ugye nem vagyok még annyira népszerűek, hogy bárki felfigyeljen, vagy érdeklődjön. Alig nézik. Mert még kevés a feliratkozónk. 147. Hát az kevés még. Hát mennyi alap nézünk van általában? 20? 90-50. Általában. Vagy milyen népszerű. És milyen filmet fogod nézni? Hát igazából filmem sincs. Lego Kalandot kezdtem elnézni, de rájöttem, hogy szar. Ja, még Batman is benne van? Igen. Még elkezd járni Batman-nel, vagy mit tudom én mi? Aha. Mondom, kajálok filmek egy kicsit hétvég, ha mazulok. Nem kötött le. De szép ez a hely. Tudom. Nem tudom, nekem az a hangőr, mert nagyon bejött.
Én csak akkor fogom megtudom, hogy jön össze a képen, ami mellesen nem ártana. Már majd... Köszönöm. Kíváncsi vagy az a elvarázsolt állatok filmre? Harry Potter-esre? Meg, azt majd arra meghívlak. November lesz. Megnézem és így csalódnék benne, azért nem lenne jó. Eddig minden filmre azt mondta, hogy jó, amit megnéztem. Hát a gólyákra nem azt mondtam. Ja, a gólyákra nem, de azon kívül a Superman, benne mi a Superman. Arra is azt mondta, hogy szal lesz. Be, mert ugye még megnéztek a trailert, és akkor lényegében, mire a végén kiderült, hogy máshol van szó. Megint másról. Megint másról szó. Aztán megint. Mert feladtak egy trénert, az arról szólt. Feladtak a második trénert, az már megint másról szólt. Egy más ellentétje volt. Hát akkor meg kiasszalt érdekel a film. Idén három. Volt szó a trénerbe, Superman ellenséges. Így mutatták be. De a filmbe kiderült, hogy ez csak ő álmodja. Szóval... Idén még három filmet fogunk megnézni. Nem lesz az még több is. Hát... Idén csak. Hát karácsonykor lesz egy mese. Az a félisten. Ja, az a Bajana. Azt én meg akarom nézni, az... Még fingom sincs, ez mikor lesz. 20. December. Igen, de vagy azt mondják, hogy karácsony könnyékén lesz. De aztán nyáron kellett volna vetíteni. Hát, így az. Figyelj, valamikor nyári szünet volt, öcsém régen, az a tévében karácsonyi film ment. Szóval, ez ilyen. Basz, bevakítottak. Meg ne vakulj, tesó. Hogy fogok GPS-ni? A téba. Tényleg addigra feltelepítem, mikor megveszem? Hát az addigra olyan. Hát de biztos nem micsirába fogom felrakni. CD? CD-se rakom fel, mert másik az öcsém valami napon átcsinálta. Ja, a telep... a detőd is. Ja. Hát van ilyen. Nekem is amúgy. Igen, hát ez gyönyörű meg volt. Menj nekem, kurva jó netem van. Hát nekem 35 megás van, neked meg 110 megás. Mégis 100. Egy napon át tartott. Na jó, attól fog, hogy hogy mi a net. Meg abból is nekem három felé van osztva. Nekem meg behűlt, szóval... Lehet már egy új modemet fog kérni. Egy rútert, vagy nem tudom, mindig úgy tudom. Mondjuk ez most a kettő egybe lege. Mert modem is, meg router is. Bit is. Bocsika, de útra vagy. Köszönjük. Tényleg, havasról, milyen videót fogunk csinálni? Ilyen klippet csináljunk? Miről? GTA-ról. Télen. Ja-a. Tudom, úgy, mint egyszer én csináltam. Én is csináltam egyszer. Bármi vaj, most mikre gondolsz? A havaspályás. Amikor havas... Hol lesz karácsonykor? Most csináltunk ezt egyedül, karácsonyunk nem raktak ki. Ja. Na, mentek? Látom, milyen a végén vagyunk.
De jó? Mi a? Neki kockáltam én, bocsánat. A valóságban nem lenne valami jó. Mi? Kortan egy kocsival. Jó, hogy nem könnyedén megcsinálod arra, amit nekem nincsenek sérülés, meg ilyesmi, ami egy mód van. De valóságban elég nehéz lenne. Ja. Ó, de sok metal vagy. Szerdán, mert megyünk ilyen városnéző túlára, Zsoltiba. Na, én tényleg a személyimbe is majd el kell majd nézni. De hogy itt vagy nézzünk monitort neked. Ja, tudom. De én beszemély mondom, hogy... Ja? Fürdőbe elnézni. Beszemély fürdőnek sosem voltunk. Kíváncsi lennék egy okoszlittel mi lenne játszani. Beszalná. Egy. Utána megszoknád. Ez csak. Hát jó, de azért. Nem tudom mennyire tükrözni a valóságot. Sajnos a play-t nem tudtam kipróbálni. Annyian voltak köcsém, hogy... Meg amúgy is szaljáték. Meg amúgy is szaljátékot mutatott a Minecraftot. Nem már is elkezdtem. De közel volt. Na nézzük, be tudok-e parkolni. Múltkor szépen se került. Persze virón kívül. De szűkök a helyek. Igazi Mario. Hát igen, oda azért beállni, majd... Oda? Jó, így kell beállni, az az gyerekjáték. Aztán fújfa. Hát ennyi, kettes igaz. Bár mondjuk ott van az rohadt oszlop, szóval még egy kicsit oldalakat nem is kell. Vagy, milyen nézzük, hogy... Mondjuk így... Na, ezért elfogadta. Csodát is. Én. Hát szerintem nem a legszázasabb, de... Levette megint elbaszta a fejhallgatóját. Miért? Az egyik barátjával összeverekedtek. Aztán hagyta aludni, mert azért verekedtek össze, majd Levente kölgött, aztán nem hagyta aludni a barátját. Az így véletlen a fejjagat összetölt. Van ilyen. Na jó, látjuk, melyik szintet léptünk. Szegély fejjagató áldozat lett. Te rád is a fülhallgató áldozat lett. De az véletlen volt. Most te súlyom ma. Aha, persze, aki ilyen súlyod el. Na jó, srácok, szerintem immár ennyi volt. Ez a hosszú videó. Tetszett, akkor iratkozzatok fel, lájkoljatok. Ciao, wow. Szevasztok!